Szerbusztok! Azért készítem most ezt a videót, hogy hát az első kampányt azt elkészítsük. Bent vagyunk a webirodában, itt az első szintű marketing eszközök című gombra rákattintva az automata hírlevél küldött. Egy kattintással kinyitom. Nyílik az oldal, és megnyílt. Na most, itt a lenyíló menüvel a kampány hozzáadása. Ugye az előző videóban láttuk, hogy egy próba egy kampányunkat elkészítettük. Itt van, még semmi különös nincs rajta. Itt van az a statisztika, ami hát majd látszik. Van egy üzenetszámláló, egy feliratkozás történt. Most ennek nincs jelentősége, meg lehet majd a megfelelő helyen nézni ezt a feliratkozót. De mindegy, itt látszik, hogy már működik a rendszer. Na most, itt a lenyíló menüből egy kampányt létrehozunk, tehát rákattintunk a kampányra, kampány hozzáadása gombra, és megnyílik egy másik oldal. Most itt a kampány nevét kell megadni. Tehát próba. Kampány. Kettő. Oké. A leírása a Responder oktatás. E-mailben a beküldő neve, megbeszéltük, hogy Rottek László. Az e-mail cím ugyanaz, mint itt felül. Másolás, beillesztés, és akkor itt már nem kell többet kitölteni. A cég elnevezésű se az a teremtés, mert de egyébként, ha vállalattól vagy itt, akkor a vállalat megnevezése kell, hogy legyen. Mindenképpen ez javallott. Van egy weboldal URL, amit végül is nem fontos betenni, aminek hogyha nem teszel be, valamit be kell írni, igaz, azért csak kell, tehát http://teremtes.com. teremtesonline.com, ez a weboldal neve. Akkor ugye figyelmeztessen, hogyha új feliratkozó van, és hozzáadás. Mindjárt a program áttesz, igen, és már is itt van a próbakampány 2, és itt van. Na, akkor egy kis türelmet kérek. Annyit még azért hozzátennék ehhez a dologhoz, hogyha ott a kampány URL-nél, amit alul betettünk, nem tesszük meg a URL-t, valamilyen URL címet, egy weboldal címet nem teszünk be, akkor a központi weboldalra irányítja az embert, ahol hát nem igazán jó, mert ott mi itt regisztrációt szeretnénk elérni, ezért szükséges ez. Tehát itt vagyunk a kész kampányunknál, próbakampány 2-nél. Itt tudjuk a tollnál szerkeszteni, itt az X-nél törölni, illetve itt pihentetni, és hát később újra aktiválni.
Ehhez a kampányhoz készítenünk kellene egy formot, egy feliratkozó panel. Az űrlap készítésére rákattintunk. És megnyílik az oldal. Itt vagyunk az oldalon, ami megnyílt, és itt van a kampány neve, próba 1, illetve ott a próba kampány 2. Hát most a próba kampány 2-t építsük tovább, ezt a kampányhoz csinálunk egy űrlapot. Rákattintunk, be is került a helyére. Ide beírjuk egy olyan egyedi azonosítót, ide beírunk egy olyan egyedi azonosítót, ami hát a kampányra utal, egyből meglátjuk, hogy mi ez. Tehát próba 2. Ugye a köszönő oldal, ami itt alatta van, hát kiválasztjuk a köszönő oldal nyelvét. De most ez nem érdekes, angol nyelvű, tehát itt most a köszönő oldal az hát most férfi lesz, tehát egy férfi angol nyelven lesz, illetve spanyol, orosz, illetve lengyel férfi név, vagy valami lengyelül beszélő név lesz itt. És akkor az a köszönő oldal. Tehát most a köszönő oldalt, mivel a kampányra hát jelentkezik valaki, kitölti a formot, akkor az adatok megadása fejében már is küldünk neki egy köszönő oldalt, ami arról szól, hogy tehát köszönjük, hogy feliratkozott, és kész. Na most, hogy kapjunk vagy ne kapjunk, azt itt alul a kettős opt-in, a kettős megerősítés jelölő négyzetben, akkor pipával adjuk meg. A mostani európai szabványi adatközlési, adatgyűjtési törvény értelmében mindenképpen ezt hagyjuk benne, és akkor kap egy köszönő oldalt és egy kettős megerősítést. Abban az esetben, hogyha ezt túl hosszadalmasnak tartjuk, akkor kivessük ezt, de én úgy gondolom, hogy most mindenképpen nekünk benne kell hagyni ezt a lehetőséget, hiszen ez az adatvédelmi törvények szerint nagyon kell. Igen. Akkor, tehát, hogyha itt ezt az oldalt bejelöltük, illetve ezt a robotot, akkor ugye a nyelveket ki tudjuk választani, hogy férfi vagy nő nevébe válaszoljon az a automatikus levél, és ez egy automatikus levél, amit a rendszer generál a köszönő oldal gyanánt. Illetve van egy másik lehetősége ennek, egy egyedi URL címet is beírhatunk, hogyha van saját köszönő oldalunk, akkor erre rákattintva akkor az bejön, és ide be tudjuk írni a URL-t. Tehát ez a lehetőség itt adott. Nos, maradjunk itt az angol férfiben, és akkor ez a dolog így tovább folytatódik. Abba az esetben, hogyha valaki, aki már egyszer feliratkozott, és újra fel akar iratkozni, itt meg lehet adni neki egy automata köszönő oldalt küld neki a rendszer, de meg lehet adni egyedi URL-t is, vagy egyedi levelet is, ebbe a rovatba be kell írni, illetve hát, hogyha nézzük a továbbiakat, akkor hát itt alul hát az űrlap rovatait tudjuk majd meghatározni. Abban az esetben, hogyha itt az e-mailbe szereplő feliratkozó panel robotait meg akarjuk határozni konkrétan, hogy kinek szóljon, akkor itt erre a jelölő rádiógombra bekattintva a teljes nevet, amire látható, illetve hogy kötelező, ez a szükséges, azt jelenti, hogy kötelező jelet tegyünk be, mert akkor ezt fontos lesz neki megadni. Itt pedig hát az e-mail címe, lehet itt más is egyébként, lehet itt az is, hogy keresnél,
illetve hát az e-mail cím is lehet, tehát igen. És akkor hát az elküldő gomb szövege maga az, hogy most regisztrálj, vagy csatlakozom, vagy kattints rá. Most itt regisztrál. Regisztrálok című gombot írunk, és akkor hát hogyha ez elkészült, akkor mindjárt körülnézünk, hogy minden be van-e írva. Abban az esetben, hogyha két nevet akarunk, tehát egy keresztnevet, illetve egy vezetéknevet, akkor ebbe a rádiógomba bele kell kattintani, és akkor már is ez megváltozik. Nekünk most elsőre nagyon megfelel ez a keresztnév, illetve az, hogy hát minden tökéletesen jól működjön. Itt az e-mail címet kijavítom, egy kis T-betűre, és így lesz teljesen jó. Ez az e-mail cím. No, akkor nos, hogyha ezek itt a dolgok, ezek a robotok ki vannak töltve, minden rendben van, akkor rányomunk erre, hogy létrehozás. Így van, és akkor el is készült a form. Többféleképpen tudjuk megosztani ezt a feliratkozó panelt, de mielőtt tovább mennénk, először is be kell állítani ezt a legördülő menü aljából, üzenet a feliratkozóknak, rákattintunk. Ezt akkor kell használni, amikor valaki feliratkozik, és a visszaigazoló e-mail hogy nézzen ki. Itt kapunk egy olyan felületet, ami tulajdonképpen az e-mailünk elkészítéséhez szükséges. Minden eszközzel fel van szerelve, és bármit meg tudunk csinálni a szövegcselekedéssel kapcsolatban természetesen. Amikor elkezdjük a levelet, akkor mindenki, aki elkezdi ezt a írást, én is, először a megszólítással fogok foglalkozni. Tehát itt a százalékjelek közötti kampány nevet, kampány név helyett egy megszólítást csinálok, ami személyes lesz. Tehát, hogyha lemegyünk lemegyünk itt a subscriber szóra, akkor itt van a feliratkozó ID, vagy teljes név, vagy keresztnév, vagy családi név. Hát a teljes névre mentünk rá, illetve bocsánat, a keresztnévre kattintsunk, mert azzal jelöltük, tehát first name, tehát keresztnév. Keresztnév. És akkor ilyen formában meg is van szólítva az ember. Itt fent olvasható, hogy kedves keresztnév. Amikor itt a százalékjelek között megvannak ezek a feliratok, tehát kedves keresztnév, akkor ugye nem, a százalékjelek nem látszanak a levélben. Ezt kijavítjuk hello-ra. Hello. És akkor ilyen formában ez jó is lesz, itt fönn is kijavítódott. Tehát a levél megszólítása úgy lesz, hogy hello, kedves keresztnév. És hogyha most a szöveget akarunk, tehát illik szöveget is írni erre a levélre, és akkor ezt a szöveget úgy tudjuk megtenni,
Tehát, hogyha valamilyen szöveget akarunk ideírni, akkor be kell írni ide, ebbe a, mondjuk azt írjuk ide, hogy, hogy köszöntelek a világ szuper és le ti lehetőségében. És akkor itt beletesszük azt a partner URL-t, ami egy e-mailben be kell tenni, tehát rákattintok erre az e-mail, az ön partner URL-je, és rákattintunk, és már is be van téve az a partner URL, ami téged, tehát hozzád köti az illetőt. Tehát ez nagyon fontos, és ilyen formában egyszerű a kép. Illetve, bocsánat, ezt most innen kitörlöm, mert nem igazán jó helyre ütöttem. Itt a, az aktivációs URL-t kell betenni ide alulra. Ezt tehát magyarul még egyszer mutatom, a globál menüpontban a második aktivációs URL-t, ezt kell, erre kell rákattintani, és akkor ez kerül be ide a levél aljába. Most benne is van. Az összes levél úgy van beállítva, hogy a leiratkozó linket nem kell beilleszteni. Tehát ennél az első levélnél, mivel még nincsen semmilyen levél, ezért hát erre a leiratkozásra igazából nincs szükség, a többire viszont, a többi levélben viszont szükség van. Tehát abban az esetben, hogyha ide a szövegbe valamit be akarunk illeszteni, akkor csak úgy nem lehet megtenni. Tehát nekünk egy billentyű kombinált, tehát a másolás gombbal nem lehet betenni semmit. Nekünk egy billentyű kombinációt kell használni, amit be tudunk ideírni, és akkor most be is hozok mindjárt valamit. Tehát, hogyha ki akarjuk jelölni a dolgokat, akkor a lenyomott balegérgombbal kijelöljük, és akkor, hogyha az egész oldalt ki akarjuk, az egész oldal tartalmát ki akarjuk jelölni, akkor nyomunk egy Ctrl plusz A billentyű kombinációt, hogyha csak ezt az egy vagy a kijelölt dolgokat, tartalmat akarjuk másolni, akkor egy Ctrl C gomb kombinációval kattintunk, illetve hogyha be akarjuk illeszteni, akkor egy Ctrl plusz V gomb beillesztésével, billentyű kombinációval meg tudjuk ezt tenni. Tehát abban az esetben, amikor mondjuk át akarjuk ezt a levelet másolni, hogy el tudjuk küldeni, akkor egész egyszerűen az összes mindent kijelöljük, és nyomunk egy Ctrl A gombot, és akkor így a betett fénykép is kijelölődik, most ebben az esetben, copy, tehát másolás, de még egyszer kijelölöm, igen, lemegyünk ide alulra, és akkor ezt ugye kivesszük, mert a felsőből ide be akarjuk helyezni ezt az egészet, és egy Ctrl-V billentyű kombinációval ide lehozzuk. Na, tehát
ebbe a formába történik ez a átmásolás. Tehát az a felső tartalmat azért, hogy el tudjuk küldeni, ide alulra bemásoljuk. És akkor ilyen módon egyszerűen meg lesz a levél tartalma szerkesztve, és hogyha lejöttünk ide alulra, mert benne van a tartalom, akkor nyomunk egy update-et vagy frissítést. A gombra való rákattintás után ez a tábla jelenik meg, tehát mondja el a címzetnek, hogy hol találják meg önt, az ön üzenetének tartalmazni kell egy valós fizikai postai címet, ez lehet az ön jelenlegi címe, egy postafiók, amit hivatalosan regisztrált az állami posta szolgálatnál, vagy egy személyes postaláda, amit egy levélküldő szolgáltatónál jegyzett be a posta küldeményeinek a fogadására. Na most itt nagyon egyszerű a dolog, majd mindjárt mondom, hogy miért, mert egyébként a profil oldalon, és még ott nem voltunk igazából, ott kell beírni az utcát, a várost, a megyét, az országot, a címeret megadva. Tehát itt az én címem, és akkor az ország. Hungary. És akkor a profil szerkesztése. Rákattintunk. Át is ment, és kész. Ennyi az egész, és akkor így, ami kimaradt, azt a rendszer automatikusan helyrehozta. Ekkor automatikusan átkerültünk egy szöveges üzenet létrehozására kialakított felületre, aminek Allow App a neve. Mielőtt tovább mennénk, rá kell ide kattintani az üzenet elkészítéséhez, de még nézzük meg azt, hogy mit csináltunk. Mi az üzenet a feliratkozóknak? Itt van, hogy kedves full name, itt van a levél, ami el fog menni, itt van arról a szöveges üzenet. Na most ez a felület, ugye itt látjuk a levél szövegét, de és ez a lényeg, hogy a teszt üzenetet el tudunk magunknak küldeni, hiszen most már ugye megvan az e-mail cím, és akkor hát már is rákattintunk, és meglátjuk, hogy mit csinál. Igen, nem sokára elküldik a teszt üzenetet, ezt írta ki. Tehát ugye a tesztlevelet elküldtük a megadott címre, és kiírta, az automata üzenet megjelent, hogy elküldték a Teremtés Online gmail.com e-mail címre. Na most át is megyünk oda, és hát itt van a Teremtés Online gmail.com e-mail címnek megérkezett levele, és most mindenféle biztonsági van a Gmail beírt, mert ezzel találkoztok ti is majd, hogyha oda kerül a sor, megfelelő formában majd eltüntetjük, most ez nem érdekes,
A leglényegesebb része az, hogy az elküldött levél szövege az itt olvasható, sőt, még a kép is be van illesztve, ami hát a levéllel együtt eljött. Tehát ez azt mutatja, hogy a levelezőrendszer jól működik. Úgyhogy most visszamegyünk ide, az elküldött levelünkhöz, és aztán visszajöve a szerkesztő felületre, meg kéne nézni, és inkább befejezni az előzőleg abba hagyott szerkesztést. Tehát az után követő levélre, ha rákattintunk, mindjárt megnyílik a felület, akkor hát bejöttünk az oldalra, tehát ehhez a kampányhoz nem volt készítve még után követő üzenet, tehát készítsük el. Tehát megérkeztünk az oldalra, látjuk ugyanolyan szerkesztő felület, mint az előzőnél. Van itt egy különlegesség, tehát ez a úgy mondom, hogy köszönő, vagy inkább az első üzenet, az beállítható, hogy a regisztráláshoz képest, ahhoz a naphoz vagy órához képest, mikor küldje el a rendszer az illető számára. Hogyha azt akarjuk, hogy azonnal küldje el, akkor itt ezt egyszerűen egy nullával kijelöljük. Hogyha azt akarjuk, hogy egy nap múlva küldje el, másnap, akkor hát egyszerű oda azt a számot kell beírni, amit szeretnénk, hogyha elküldeni a rendszer. De most visszaállítom nullára, és akkor létrehozunk egy következő levelet. Itt, hogyha úgy gondoljuk, akkor hát relatív a regisztrációhoz képest mondjuk 2 napra állítjuk a következőt. Már a következő levél menését, vagy kiküldését. Abban az esetben, hogyha egy sorozatlevelet fogunk küldeni, akkor annyiszor 2 naponta fogjuk kiküldeni. Tehát a nullához képest második nap ment ki, utána a negyedik nap, aztán a hatodik, aztán mindig hozzáadunk 2 napot, ahány hírlevelet ki akarunk küldeni. Tehát most ebben az esetben megnézzük, hogy mi a megszólítás, mi legyen, és akkor hát egyszerű, mert egy nagyon jó megszólítást be tudunk írni. Bármit, mondjuk hogyha ezt lejjebb húzzuk, ki tudjuk választani, hogy mi legyen. Tehát a feliratkozó a teljes név legyen, vagy a keresztnév, mert legyen a keresztnév. És akkor itt a megszólítás keresztnév, és tovább lépve, most csak azt mutattam végig, hogy mennyi fajta választási lehetőség van itt. A megszólítás legyen a tárgya ennek a levélnek, tehát hogyha ide rákattintunk és betesszük, akkor már is bekerül ide a tárgya a levélnek, a megszólítása. Be is tehetünk egy szöveget is ide, már is, hogy mondjuk hello, kedves, és akkor így teljesen jó. Oké. Következik az üzenet elkészítése.
Ez egy HTML üzenetet is be lehet tenni, de hát igazából be lehet a billentyű kombinációkkal illeszteni, úgy, mint az előbb. Én javaslom, hogy az üzenetet, a levelet végül is előre szerkesszük meg, és a Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V kódokkal illesszük be, ugyanúgy, mint ahogy az előbb tettük. Hogyha Ctrl gombok használatával előre elkészített szöveget, amit megírtál, hogy a levél szövege legyen, azt kimásolod, és ide a Ctrl V billentyű kombinációval beilleszted, akkor ide bekerül. A linkek is linkek lesznek, tehát ebbe a formába meg lehet, el lehet készíteni. Na most ebbe a dologba, igen, ezt ki lehet rendesen alakítani. Hogyan tudod kialakítani ezt? Úgy, hogy ezt a kijelölést elvégzed, és eredendően megkeressük itt ezt a ikont. Másolás, ikon megkeressük. Mindjárt előjön. Igen, Open New Window, bejelöljük, és akkor jó, ez így ebbe a formába jó lesz, és akkor már is bent van a név. A titul jó, beillesztés, így van, ott van benne, és akkor most mehet update. Most már kattintható a link a levélbe is, ugyanúgy, mint úgy egyébként. Tehát kész. Tehát ez a link így ebbe a formában most már kattintható, ki is írja, látjátok, hogy már azt lehet utána használni. Na, ennyit egyelőre, folytatom. Persze itt is fönt, ebbe az insert fieldbe is van egy csomó, amit az előbb is megszoktatok, egy csomó automatikusan berakható dolog, amiből aztán tudtok választani, de én úgy gondolom, hogy ez így sokkal egyszerűbb, hiszen nagyon gyorsan meg lehet a linkeket itt osztani. Itt a levél alján a leiratkozó automatikus linket nem kell berakni, mert azt a rendszer magától berakja, úgy van beállítva. Tehát ezt a HTML üzenetet, ezt a kódolást ugyanúgy ide a szöveges üzenethez be kell másolni, és akkor teljesen egyértelmű lesz, és egyforma lesz a szöveg, akkor el lehet küldeni. Itt ebbe a felületbe nagyon sok formázási lehetőség van, nagyon-nagyon gazdag ez a dolog itt. Most ilyen formán ezt egyszerűen kijelölöm, a képpel együtt, amit betettem ide, és akkor egy billentyű kombinációval Ctrl-C, és ide lejövünk az aljára, az alsó szöveges üzenetben, és Ctrl-V-vel behelyezzük az egész levelet. Természetesen itt a link az link lesz, a levélben link lesz, ugyanúgy, de ez egy másabb ez a szerkesztési mód. Tehát ez egészen jó lesz így. Na most itt ezt a dolgot be kell illeszteni, ami fönt van. Be így egyszerűen be is tudjuk illeszteni, és itt felül pedig keresni van.
keresztül. Így van, és innentől kezdve ez megvan, és akkor most nincs más dolgunk, csak a hozzáadás gombra kattintunk. Oké. Okay. Az összes levelet, amit elkészítünk, ugyanígy kell megcsinálni. Csak az időpontok változnak majd, hogy mikor megy ki ez a lényeges. Tehát itt a megbeszélt dolgaink szerint 2, meg 4, meg 6, meg 8 jelenik majd meg szám, ami a 2, meg 4, meg 6, meg 8 nap múlva megy ki az illetőnek, akinek kiküldjük ezt a, mivel feliratkozott relatív ezt a levelet. Itt elől látható, hogy mi a tartalma a levélnek. Ugye most a tartalmat azt átjavítottuk egy ilyen megszólítás jellegre. Tehát most tovább nézve, akkor itt megbeszéltük, hogy a beállítások szerint 2 naponta megy ki a levél, akkor itt 2, 4, 6, 8, 10, így mennek a számok. Ezek pedig egymás alatt így, ugye más-más tárgyal, meg címmel, megszólítással fognak elhelyezkedni így egymás alatt. Utána van egy a küldés időpontja, utána, hogy megnyitotta az illető, vagy nem nyitotta meg, hogy kattintás volt-e a levélben, vagy nem volt. Itt a visszapattanási arányról jön egy statisztika, itt a spam besorolásra van valami utaló szám, itt lehet szerkeszteni, itt lehet test e-mailt küldeni, itt lehet utólag beilleszteni valamit a levélbe, itt pedig törölni lehet a levelet. És akkor itt meg mindig egy alaphelyzetbe való visszaállítás gomb van. Tehát a szerkesztésre ugye az egyértelmű, a test e-mailt mindenképpen javaslom, hogy próbáljátok ki, illetve ez a, ahogy itt lefordítja a beillesztés utólag, ez egy új szöveges levél megkezdése, előkészítése a szövegezésre, illetve itt lehet kimenni, most rákattintok ide, és meg fog nyílni a következő levél nyersen. Itt van a próbakampány 2-es, és akkor majd mondom mindjárt. Tehát itt ezt a számot ilyenkor, ugye megbeszéltük a 2-est, akkor átjavítjuk 2-esre, és akkor majd mindent ugyanúgy kitölthetünk, mint az előző levélbe. Tehát betesszük a HTML kódba szerkesztett üzenetet, amit előre elkészítünk, és utána pedig onnan ide bemásoljuk, és hozzáadás. Azzal zárunk. Na, úgyhogy így lehet a következő leveleket betenni, de most minket igazából az izgat, hogy néz ki az előző levél. Nekünk most nem ezt a levelet kell látni, hanem vissza kell mennünk a előző oldalra, ahol szerkesztettünk, és itt is vagyunk, és egészen egyszerűen elküldünk a magunk számára egy test levelet, ezt a levelet elküldjük magunknak. Rákattintok. És itt van, azt írja, hogy nem sokára elküldik a teremtésonline.com-ra, és akkor most megnézzük azt is. No, hát akkor meg is érkezett a levél. Igaz, ezt most a fő e-mail fiókon be irányítottam át, de itt minden látszik, amit ott megszerkesztettünk. A link az működik, tehát látszik is, hogy mindjárt be is jön a weboldal, amit most éppen valami ok folytán nem hoz be, pedig a link az működik. Még egy ilyen próbálkozást csinálunk, nem értem ezt, de majd mindjárt előjön, nem baj.
Higgyetek el, hogy működik, hiszen ezt használjuk nap, mint nap. Ezen túlmenően itt van a kép is, amit elküldtünk, tehát nagyon jól és pontosan üzemel ez az egész dolog. Tehát innentől kezdve ez jól működik. Na most, hogyha visszajövünk ide, akkor folytatjuk a beszélgetést. Időközben visszamentem a levélbe, és megkattintottam a linket, és bejött a weboldal, tehát az a fajta oldal, ami egészen jól példázza azt, hogy hát mit és hogyan kell csinálni itt, és mit és hogyan csinálunk itt. Tehát ebbe a lehetőségbe, ilyen oldalra kattintva egy csomó mindent meg tudunk csinálni, illetve, hát hogyha elküldjük az illetőnek azt a linket, ahova szeretnénk, hogy kattintson, akkor ez a dolog, ez megtörténik. Tehát ilyen formában ez minden jól működő, és tényleg rendesen lehet használni. Úgyhogy most bementünk egyfajta dologba, egyfajta megközelítésbe, és akkor nem sokára csináljuk a következőt. Visszatérve az oldalra, hát egyelőre most eddig mentünk el ebbe a kampányba, aztán a következő videóban innen folytatom. Szevasztok, hello!